A hatnyíregyházi bázis iskolára támaszkodó Nyiksében 8 edző foglalkozik, mintegy 250 fiatal kosárlabdázóval. Az előttünk álló idényben az egyesület számára kihívás jelent az otthonuknak számító bánki felújítása, így átmenetileg új edzéshelyszíneket kellett keresniük. Ettől függetlenül, mint a szezonnyitó sajtótájékoztatón elhangzott, továbbra is a folyamatos fejlődés áll a középpontban. Tervünk az, hogy továbbra is az utánpótlásban nagyon erősek legyünk, és országosan is ugyanolyan sikerrel tudjuk képviseltetni magunkat, mint az elmúlt szezonban. Ez azt jelenti, hogy U11-ben és U12-ben is jussunk el az országos döntőig, az országos dzsemboriig, illetve U14-ben szeretnénk majd főtáblára jutásért játszani, amiről most jelenleg ősszel még ugye az új selejtező rendszerek kialakítása miatt lemaradtunk, de bízunk benne, hogy jövő év elejére, tehát a szezon második felére az alsóházból sikerül esetleg oda jutnunk. Az egyesület szombaton és vasárnap 4 csapatos U12-es fiú kosárlabda tornát rendez. A Nyikse és a Deac mellett 2 határon túlról érkező együttes lép majd pályára a Bánki csarnokában. 2 szlovén együttes, a Triglav Krav és a Skofja Loka, én azt gondolom, hogy 2 olyan utánpótlás nevelő intézet, amely szerintem méltán az élvonalhoz, nemzetközi élvonalhoz tartozik, tehát megláthatjuk, mint ahogy az egész szlovén kosárlabda a nemzetközi élvonalhoz tartozik, megláthatjuk azt, hogy ők hol tartanak, és a mi utánpótlás korú játékosaink hol tartanak majd. Kovács Tibor több évtizeden keresztül dolgozott a férfi szakákban. Most már a másik nem képviselőinek is tart edzéseket az egyesületben. Nagy örömömre tavaly felkérést kaptam arra, hogy a lányvonalon is dolgozhatok pozitív élmények soraiért. Igaz, hogy voltak nehézségek, mint minden csapatsportágban, minden csapatnál, de összességében pozitívan zárhattuk az évet, és ebben az évben már 2 kollégával kiegészülve, Száva Csabával és Báros Mirával folytatjuk tovább a női vonalat, jó érzésekkel és tele reményekkel. A Kosárlabda Szövetség nagy örömünkre beosztott az országos selejtezőbe, tehát felkerültünk az úgynevezett országos térképre. Abban szerencsénk volt, mert 2 Győr és 2 nyíregyházi csapat szerepel ebben a csoportban, hogy itt Nyíregyházán lesz a verseny, a Nyíregyházi Kosár Labdasuli szervezésében, rendezésében. Első éves U16-os korosztályú csapatunk, játékosaink vannak, tehát U16-os torna lesz. Mindig tűzünk ki célokat. A realitás azt mutatja, hogy eredményességében ez még nem biztos, hogy továbbjutással fog párosolni. A Nyiksének az elmúlt években folyamatosan volt felnőtt férfi csapata. A cél ezúttal is az, hogy induljanak az NB2-ben, de mivel ebben az osztályban átszervezik a versenyrendszert, még várni kell a végleges döntésre.